De a színészetet miért engedted el, Norbi? Nem engedtem én el. Hát de nincs jelen nem. Az életed. Hát azért nincs jelen, mert felvállalhatatlan lettem az elmúlt 10 évben. De hogy is, egy színész az soha nem az, akkor eljátsza a rossz fiú. Tehát nézd meg az amerikai filmekben, mindenkinek van botránya. Nem engedik, hogy játszak. Nem engedik, nem hívnak. Nem kaptam szerepet. Volt itt egy amerikai sorozat, emiatt az ügyem miatt. És két szerepem is lett volna, meg volt a ruhám és a kosztümöm, csak nem jutott hozzám a forgatókönyv. Ez a Die Hard? Nem, hát mindegy, nem ez a lényeg. És azt mondták, hogy ne haragudjak, nagyon szeretnek, mert már vége volt a sorozatnak. Mondom, most mi van? Hát nagyon szeretnek, de amit az újságok írtak, ők nem tettem az amerikai szemben. És akkor így, tudom, a következő a helyzet. De miért nem engeded ezt el? Figyelj, ebbe bele fogsz hűlni, Norbi. Nem tudom, hogy tönkretettek a semmire. Oké, de vége van. Nem, én megyek tovább, ha kell, akkor Strasbourgig elmegyek. Akkor újra fog kezdődni, és újra jár az bíróságra. De figyelj, ott van anyanyom, hogy direkt vallottak rám. Hát egy hamis tanúval, aki azért vallott rám, hogy az elsőrendű vádlónak segítsen, hogy pénzzel levágja. Hát az elsőrendű vádlónak az ügyvédje mondja, hogy direkt vallottak rám. Ez egy másfél milliárdos ügy, ugye? Nem, 420 milliós ügy. De 11 éve megy, és berángattak, és az jön vissza. És te rossz időben rossz voltál ebben? Hetedrendű. És 3 év, 4 hónapot kaptam először úgy. Ez az öltséges történet? Igen. Csak azért, mert segíteni akartam valakinek, mert megkért egy ismerősöm, akkor nagyban én voltak, hogy van két haverja, aki zöldséggyümölcsek kereskednek, és nem tudnak bekerülni, segítsek már. Én megmondom, segítek. És oda, hogy adod a számot, fölhívtam, és közben kiderült, hogy ezt már hallgatták, ezt az ember titkosszolgált eszközökkel. Mert olyan emberekkel volt együtt, akiknek komoly befolyása a jót. Hogy ez mennyire, az nem tudom, de letitkosították azt a részt. Érted? És már csak azért kidobtak engem a médiának, prédának, hogy ne tudják meg, hogy ki kicsoda. 10 év alatt egyszer nem kérdeztem meg egy újságíró se. Hogy miért? Fia, most is elkezdtél tikkelni, amikor erről beszélsz, de miért nem engeded ezt el? Azért nem tudom. Fia, ebbe fogsz belerokkani. Nem fog bele. De nem tudom elengedni. Oké, de tudod, hogy mennyi igazságtalan dolog van az életben? Nem érdekel. Figyelj, annyi ellentmondás volt ebben az egész dologban, és csak azért, mert az jön vissza, hogy rossz időben, rossz helyen, ezért elvesztettem az otthonomat, bemocskoltak, mindenhol felvállalhatatlan lettem, elvették az olimpiárlókámat azzal, hogy érdemtelen vagyok. Szerinted ezt én be tudom így nyelni? Nézd meg, hogy itt vagy egészséges, olimpiai világbajnok, és tikkelsz emiatt az ügyet. Hát, engedd el! Nem, ezen az, hogy most itt veled beszélek, és igen, én ezt értem, és nagyon köszönöm a bizalmadat, hogy elmondod, mert tényleg jól esik, csak én azt mondom, hogy néha nem kell harcolni, néha azt kell mondani, hogy föl kell tenni a kezed, mint ez olyan, mint egy... Nem, mert akkor szembe köszönöm saját magam, tudod? De ezt most komolyan csinál, mondom, amikor... Csinál. Most árultak el először életedben? Minden ennyire állat? Ennyire igen. Ugyanaz a Növényi Norbi vagy, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt az olimpiai világbajnok, akik kedvek. Előtte nem kell bizonyítani senkit. És engem azt érdekelne, hogyha hibáztál, mindenki hibázott már az életében. Csak pénz. Nem, ez nem pénz, ez a becsületem. Jó, de ez a becsületem. Oké, de ebbe te fogsz belehalni. Hát lehet.